December 22. -e. Az Atya vonzása. Senki sem jöhet én hozzám, csak ha az Atya vonza. János Evangélium a 6. fejezet, 44. vers. Amikor Isten vonz engem, akaratom azonnal döntés előtt áll, elfogadom-e azt a kijelentést, amit Isten adott? Akarok-e hozzá menni? Szellemi dolgokban vitatkozni szégyenletes. Ne tárgyal senkivel, amikor Isten szól hozzád. A hit nem az értelem dolga. A hit felelős cselekvés, aminél fogva önként átengedem magam Istennek. Teljesen Istenre hagyatkozom e, és megteszem e, amit mond. Ha igen, meglátom majd, hogy olyan valóságra építek, ami épp olyan biztosan áll, mint Isten trónja. Az evangélium hirdetésénél mindig akarati döntésre szólít fel az embereket. A hit hinni akarás. Alá kell rendelnem akaratomat, mégpedig nem egy másik ember rábeszélő képességének, hanem egyenesen Isten felé haladva, bízva benne és abban, amit mondott, amíg semmiben sem hiszek már, amit én tettem, egyedül csak Istenben. Az akadály az, hogy nem akarok bízni Istenben, csak abban, amit ésszel megmérek. Ameddig az érzéseim érvényesülnek, vakon mindent kockára kell tennem. Akarnom kell hinni, ez pedig soha nem történhetik, anélkül, hogy erőszakkal el ne magam régi útjaimtól és a dolgok régi szemléletétől, és át ne álljak egészen Isten oldalára. Minden ember úgy van teremtve, hogy többre törekszik, mint amit meg tud fogni. Isten maga vonz engem is, a vele való kapcsolatom elsősorban személyes, és nem az értelmemen alapszik. Isten csodája éppen az én hinni akarásom juttat el a vele való kapcsolatba, és csak azután kezdem megérteni és értékelni ennek a folyamatnak a csodálatos voltát.